Tragikus emberi sorsok a Délvidéken címmel nyílt kiállítás múlt csütörtökön a Martonosi Emlékházban. A Délvidék Kutatóközpont a II. Világháború minden áldozatának és a községben 1944-45 során ártatlanul kivégzetteknek állít emléket ezzel a tárlattal. A kivégzettek fényképei, iratok, emlékezések, korabeli tárgyak, újságok kaptak itt helyet. A hivatalos megnyitó ünnepségen a magyar kormány és a konzulátusok, a tartományi kormány, a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Kanizsai Önkormányzat elöljárói is jelen voltak. Köszöntő beszédet Forró Lajos, a kutatóközpont alelnöke mondott, aki kiemelte. A 44-es események feltárásában nagy lépés volt a kollektív bűnösség eltörlése, ám a gyilkosokat sem szabad feledni. Az ő nevüket bizony fel kell jegyezni. Ha másért nem, akkor azért, hogy ne hősként, hanem egy egyszerű rablógyilkosként emlékezzen rájuk az utókor. És azt gondolom, hogy Szerbiának el kell határolódni ezektől az emberektől, ugyanúgy, ahogy mi magyarok is megtettük, megtesszük a saját nemzetünkhöz tartozó gazemberektől. A Martonosi Emlékház Múzeumot is ennek szellemében rendeztük be, itt helyet kapott a község minden áldozata. Magyarok, szerbek, zsidók egyaránt. Az egybegyűlteket köszöntötte dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete is. Azt gondolom, hogy együtt magyarok, szerbek, vajdasági magyarok, vajdasági szerbek hatalmas lépéseket tettünk az elmúlt néhány hónapban. Rövid idő alatt nagyon hosszú utat tettünk meg. Én azt gondolom, hogy kizárólag jelenleg rajtunk múlik, hogy ezt az utat hogyan folytatjuk, hogyan fogunk tovább haladni ezen az úton. A tartományi kormány alelnöke Nyilas Mihály arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak magyarok váltak ezeknek a vérzivataros időknek az áldozatául. Emlékeznünk kell, és a gyerekeinknek, az unokáinknak is emlékeznie kell ezekre az eseményekre, hogy ezek ne ismétlődjenek meg. Őriznünk kell egymást, védni kell egymást itt, ezen a vidéken, a jövőben, ezeket az emlékeket őrizve, és nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy bármi ezek az eseményekből megismétlődjenek. A Martonosi Emlékház fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese. A kiállítás megnyitón a miniszterelnök helyettes főtanácsadója, Csalló Közi Zoltán vett részt. A magasrangú vendég hangsúlyozta, az áldozatok megérdemlik a végtisztességet. Mi erre különös figyelmet fordítunk. Kegyelettel ápoljuk a világháború vége felé Budapestet bombázó angol és amerikai pilóták sírjait, s úgy helyezünk arra, hogy az országunkat megszálló német és szovjet katonák nyughelyei mindig rendben legyenek. Úgy tartjuk ugyanis, hogy az ellenség csak addig ellenség, amíg fegyver van a kezébe. Ha megsebesül vagy fogságba esik, már csak ember, s ha elesik és meghal áldozat. Egy nagykorú nemzet pedig nem lehet hullagyalázó, hogy az ellenségein holtában is bosszút álljon. Soha ne feledjük, a halál után jön a feltámadás, úgy az egyén, mint a nemzet életében. És ha van még egy feladatunk, ez pedig a megbocsátás és a kiengesztelődés. A kiállítás megnyitójára a helybeli polgárok is ellátogattak. Sokan közülük közeli hozzátartozójukat, édesapjukat, nagyapjukat vesztették el azokban a hónapokban. Mindannyiuknak, akik az esztelen öldöklés áldozatává váltak, emléket állít ez a ház és ez a tárlat.